Magyarországon Pécs az egyik város, ahol a Mi asszonyunk női szerzetes rend működik. Ki és mikor alapította a rendet? A rendalapítónk Fourier Szent Péter, Matenkuri prébános Franciaországban, és a társalapítója Boldog Alexia Leclerc, aki szintén Franciaországban. A Fourier Szent Péter Matenkurban volt prébános, és ott ismerte meg Alexia anyát, és még néhány társát. És azt vette észre, mint falusi plébános, hogy az ifjúság mennyire elhagyatott, és elhatározta, hogy az ifjúságnak a nevelésére, ő elsősorban még a leány ifjúságra gondolt, alapít egy rendet. 1597-ben volt tulajdonképpen már a végső elhatározás karácsony éjszakáján, jelent meg az éjféli misén az első 5 nővér, tehát ezt mondjuk a rendünk születésének, tehát a bölcsőjének. A leány ifjúság nevelésére alapult, a fő szempont az is volt, hogy a szegény falusi ifjúságot és leányokat karolja fel és nevelje, mert tényleg abban az időben még nem sok gondot fordítottak az ifjúság és a leányok nevelésére. A második, tehát az első feladat a rendnek a nevelés, a tanítás, a második pedig az imádság. A Zsolozsmának, a teljes Zsolozsmának, papi Zsolozsmának a végzése, mégpedig közösen karban. Ez a kettős feladat, ez végig is húzódott a rend történetében, és igyekezett is mindig a rend ennek így eleget tenni. Sok mindenen viharos időkön ment át a rend, ennek ellenére gyorsan fejlődött. Elsősorban Franciaországban terjedt el, a Európa valamennyi országában, úgyhogy Fourier Szent Péter halálakor már 92 rendházunk volt. A magyarországi rendházak és a francia rendházakból alakultak. A pécsi rendház Matenkurból, illetőleg Matenkurból kerültek Stadtanhofba, és a Mária Terézia hozta, mint a magyaroknak a kedvelője és a magyar ifjúságnak a kedvelője őket Pozsonyba 1797-ben. Egy nagy ünnepséggel történt a pozsonyi háznak az alapítása, maga Mária Terézia is férje, a lotaringiai herceg vezették a nővéreket a rendházba. Először egy kisebb volt, de később aztán már 2-3 emeletesre sé alakult. A főtéren vannak, jelenleg is ott működnek, az épületek legnagyobb részét visszakapták. A pozsonyi házból 1851-ben alapított a Szitovszky hercegprímás úr, aki akkor még pécsi püspök volt, hozta nővéreket Pécsre. Itt a pécsi zárdának az alapkő letétele tulajdonképpen már 1847-ben volt, de akkor a forradalom miatt, ugye 48-as forradalom miatt nem építették fel, a felépítése 1851-ben volt, és akkor a nővérek Pozsonyból jöttek, a pozsonyi háznak elég nagy áruzatot jelentett volna nővéreket átadni. 12 nővér jött Pécsre, nagyon érdekes volt, hajón jöttek a Dunán, és akkor az első éjszaka megszálltak a püspöki palotában, a templom az csak 54-ben épült, utána fokozatosan alakultak az iskolák, először hát az alsófokú elemiskola, azután a középiskolák a 90-es években, 1890-ben, úgyhogy amikor a 1897-ben megnyílt a főépület, ami Dulánszky püspök úr épített, azon Ferenc József császár is itt volt, annak a megnyitásán, mert ugyanakkor volt a Székesegyház restaurálásának a befejezése, és eljött annak a megnyitó ünnepségére, és ugyanígy eljött a zárdába. Utána a rend tovább fejlődött itt Pécset, fokozatosan alakultak ki az iskoláink, felső leányiskola, felső leányiskolából gimnázium, akkor utána tanítónőképző és líceum. Mindezek az iskolák fönnálltak 1948-ig. Ha épületeinkről beszélünk, azok is fokozatosan, az először csak az eredetileg épített rendház volt,
Utána a főépületet Dunánszky püspök úr építette, akkor a rendépítetet, akkor vásároltunk hozzá. Így ment ez a fejlesztés egészen, mondhatom, 1944-ig. 44-ben vásároltuk az utolsó épületet, azt, ami jelenleg az óvoda, az úgynevezett Litkaházat. Hogyan zajlik egy rendi testvér egy napja? Hát ez, amikor a rendházban voltunk, azt is mondhatom, azóta aztán nagyon vegyesen, amikor a rendházban, ha 5 órakor keltünk, akkor elmélkedés volt, utána zsolozsban imádság, szentmise, fél 8-kor pedig mentünk az iskolába, mindenki a saját osztályába, mondjuk 8 óráig, utána az iskolai tanítás volt. Ez különböző délig vagy 1 óráig, azt szerint, hogy kinek milyen órája volt. Akkor ebédidő után volt egy kis közös megbeszélési idő, utána megint imádság. A délutánunk úgy 2:30-tól 5 óráig olyan értelemben volt szabad, hogy akkor voltak szülői értekezletek, vagy gyermekekkel foglalkoztunk, vagy készültünk a tanításra. 5 órától 6:30-ig megint ima volt, 6:30-kor vacsora, közös megbeszélés, illetve ilyen úgynevezett rekreáció. És akkor a rekreáció után pedig már csendben mindenki visszavonult a szobájába, és hát készültünk, ugye, mert vagy pedig akik még mikor diákok voltunk, hát tanultunk, nem csak 9 óráig, az volt a nap zárta, de hát mindig tovább kaptunk engedélyt arra, hogy 10-11-ig is, hát ez ahogyan szokás a diákoknál. És hogyan zajlik ma egy nap? Ma hát nagyon különbözően, ugye tanítani, itt a Pécsi házban olyan, aki tanítani tudna, már nincsen. Én magam még a Pruházka otthonnak a vezetője vagyok. Ezt a munkát végzem 58 óta, mert ugye tanítani nem lehetett, illetőleg nem tudtuk vállalni, felszólítottak bennünket, hogy tanítsunk, illetve taníthattunk volna, de mivel nem tudtuk azt a szellemet vállalni, amit akkor kívántak, azért inkább nem vállaltuk a tanítást. Különböző helyeken helyezkedtünk el. Volt olyan nővérünk, aki szintén szociális otthonban vezető volt, akik a nővérünk, akit az előbb tetszettek látni, 16 évig volt Jászberényben, előtte ő az egyetemnél dolgozott, én meg mielőtt az otthonba jöttem, tehát 58 előtt a gyógyszertári központba, mert kémikus is vagyok, és hát ezen alapon oda helyeztek el. Most reggeltől estig reggel imádkozunk, akkor megy mindegyik a maga munkaterületére. Hát nagyon a nővéreink többsége már nem tud intenzíven dolgozni, tehát egy munkakörbe bekapcsolódni, de amennyire tudja a most megnyílt rendházunkban, ami a nyáron nyílt meg, ahol 12-en vagyunk, ott a házi munkákat végzik, vagy varnak, tehát ilyen könnyebb munkát. Tulajdonképpen akik így intenzívebben be tudunk még kapcsolódni, csak 2-en vagyunk. Kinga nővér vezeti az ifjúsági csoportokat, én pedig összekapcsolom az óvodát, az óvodának természetesen külön tantestülete van, az otthont és a rendházat. Úgyhogy tényleg kora reggeltől késő estig elfoglaltak vagyunk, és hát ameddig a Jóisten erőt ad, addig csináljuk. Természetesen nagyon jó volna, ha fiatal utánpótlást kapnánk. És hát mondjuk most ez a vágyunk, és ezért imádkozunk, és ez egyik kívánságunk, hogy megfelelő utánpótlást kapjunk. Erre mekkora lehetőség van? Hát aránylag, pillanatilag még nem lehetőség talán volna, csak ugye a mai ifjúság nem kapta meg azt a nevelést, és nem látták mondjuk a szerzetesi életet, hogy tulajdonképpen nem tudják azt, hogy mire vállalkoznak. Mi, akik zárdóiskolába jártunk, vagy pedig már a családban is olyan nevelést kaptunk, könnyebben tudtunk határozni már 18-19 éves korunkban, hogy tudjuk, hogy mire vállalkozunk, és a szerzetes életet választjuk. Tehát teljesen az iskolának, az imának, tehát másoknak is, hát a végsősorban jó Istennek szenteljük az életünket. Szóval ez hivatás, teljesen hivatás dolga. Éppen úgy értékeljük a családi életet, mint a szerzetes életet, és ez is a feladatunk, hogy a gyermekeket jó családanyákká neveljük. És hát remélünk van abból, hogy ezekből a jó családokból kerül ki utánpótlás.